Itt a Híradó, köszöntöm Önöket! Bemutatta újabb politikai partnerét az MSZP pápai szervezete. A ma délutáni sajtótájékoztatón dr. Bányai Katalin, az Együtt önkormányzati képviselője beszélt az együttműködés hátteréről. A programon Gröber Attila bejelentette, Gögöz Zoltán hivatalosan is a Veszprém megyei 4-es számú választókerület MSZP-s országgyűlési képviselőjelöltje. A legutóbbi MSZP sajtótájékoztatón a legnagyobb baloldali párt mellett a DK és a Párbeszéd képviselő is jelen voltak. A politikai együttműködés a Magyar Liberális Párttal és az Együttel bővült. A mai eseményen dr. Bányai Katalin, az Együtt önkormányzati képviselője beszélt az összefogás miértjéről, és arról, hogy párbeszédet folytatott Gögöz Zoltánnal a jelöltek koordinálásáról. Az Együtt a 4-es számú választókerületben nem indít külön jelöltet, jelentette be a politikus, aki három kéréssel fordult a választópolgárok felé. Az első az volt, hogy aki csak tud, menjen el szavazni április 8-án, hiszen nem csak jogunk, hanem kötelességünk is ez. A másik kérdés a kérés az Együtt szimpatizánsaihoz szól. Tekintettel, hogy az Együtt nem indított képviselőjelöltet, de stratégiájának fő eleme pontosan az, hogy egy demokratikus jelölt induljon a körzetben, hogy ilyen módon a sikeres részvétel bizonyosságot nyerhessen. Ezért kérek mindenkit, akik az Együtt szimpatizánsai, hogy támogassák Gögöz Zoltánt, aki országgyűlési képviselőként, szakemberként már bizonyított. Harmadikként pedig az Együtt önálló listájára hívta fel a párt szimpatizánsok figyelmét. A sajtótájékoztatón Gröber Attila arról beszélt, minden önálló, az együttműködésben részt nem vállaló jelölt a Fidesz hatalmát erősíti. Az idei választás pedig kiemelten fontos. Magyarország következő évtizedeiről, az ország jövőjéről szól. Az MSZP helyi szervezetének elnöke a sajtótájékoztatón bejelentést is tett. Tegnap délután az MSZP Párbeszéd Magyarországért politikai pártok szövetsége leadta az ajánló szervényeket, és az ajánló szervények hitelesítése után bejelenthetem, hogy Gögöz Zoltán hivatalosan képviselő jelölté vált. Gögöz Zoltán mögött az MSZP-n kívül a Párbeszéd, a DK, az Együtt és a Magyar Liberális Párt áll, hangzott még el a sajtótájékoztatón. Február 22-e a bűncselekmények áldozatainak napja. Ebből az alkalomból a pápai rendőrkapitányság az előző évekhez hasonlóan előadássorozatot szervezett, hogy a fiatalokban mielőbb tudatosodjon, miként előzhetik meg, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak. A rendkívüli osztályfőnöki óra keretében a vagyonvédelmi szabályokról és a személyvédelemről is beszélgetett a kapitányság szakembere a gyerekekkel. Császárné Elek Veronika a pápai rendőrkapitányság kiemelt megelőzési főelőadója idén a Munkácsi iskolában tartott előadást harmadik és ötödik osztályosoknak. Főként olyan áldozatvédelmi szabályokat próbáltunk összegyűjteni, amit már egy harmadikos, ötödikes kisgyereknek is ismerni kell és alkalmazni kell ahhoz, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozataivá. Besurranások, iskolai lopások megelőzése és az otthoni egyedül tartózkodás szabályai. A legfiatalabbaknak is ismerniük kell ezeket. Nagyon fontos, hogy tudják azt, hogy az ajtót, az utcakaput mindig zárni kell, hiszen egy besurranó tolva is arra járhat, illetve az is fontos, hogy amikor ők hagyják el egyedül a lakást, akkor ők is zárjanak be minden nyílászárót. Beszélgettünk arról is, hogyha eljönnek az iskolába, milyen értékeket ne hozzanak magukkal, és hogyha mégis szükséges értéket hozni arra, hogy tudnak vigyázni. Józsi Bálint 5. osztályos diák számára a legfontosabb tanács az volt, hogy az ajtót, kaput be kell zárni. Hogyha egyedül vagyunk otthon, akkor a kaput zárjuk be, meg az ajtót, és hogyha idegen ember jön, akkor nézzük meg, hogy ki az, és ne engedjük be. Te egyébként így szoktál otthon viselkedni? Hát nem nagyon. És akkor ezentúl ezt fogod tenni? Igen. Császárné Elek Veronikától megtudtuk, a pápai rendőrkapitányság illetékességi területén még nem találkoztak olyan bűncselekménnyel, ami olyankor történt volna, amikor egy kisgyermek egyedül volt otthon. De a megelőzés, a veszélyhelyzetre való felkészülés mindenképpen fontos. Az iskolai érettség feltételei, ez volt a témája a Segítünk, hogy segíthess előadássorozat e havi alkalmának.
Dr. Lőrinc Matild gyermekorvos ezúttal szülői kérésre dolgozta fel a témát. A programra sok szülő volt kíváncsi. Azok a gyerekek, akik 2018. augusztus 31-éig betöltik a 6. életévüket, iskola érettek. Ám a gyerekeknek meg kell felelni bizonyos feltételeknek az iskola kezdéskor. A fizikai fejlettség mellett az értelmi és a szociális fejlettség megfelelő szintje is dönthet arról, mehet-e a gyermek szeptembertől iskolába. 18 kiló fölöttinek kell lenni egy gyermeknek a testsúlya, aki az első osztályt megkezdi, a magassága 120-130 cm. A bizonyos test arány változáson már át kell menjen, tehát kezelában megnyúljon, tudja viselni az iskolatáskát. A csontérettséget jelzi ugye a fogváltás, annak is már meg kell induljon a maradandó fogainak az előretörése. Tehát a testi fejlettség az határozottan fontos, hogy meglegyen a teherbíró képessége, mert ha nem fáradékonyabb lesz a társainál, nagy hátrányt jelent ez az iskola kezdéskor, és az iskola folytatásában is végig. Az iskola érettségről az óvónők döntenek, amennyiben azonban nem egyezik az a szülők véleményével, a pedagógiai szakszolgálat szakértő bizottságához lehet fordulni. Az iskola érettség egyik feltétele a szociális érettség. Képes-e a szülők nélkül egy társaságba beilleszkedni, együtt játszani valakikkel, felnőttekkel is szóba állni, beszélgetni, tud-e figyelni 20-30 percig, akkor is, ha nem nagyon érdekli a téma. A mozgás összerendezettség szintén nagyon fontos, társasjátékokban, labdajátékokban társaival részt tud-e venni. Állandó dicséret és felügyelet nélkül legalább 20-30 percig tud-e önállóan is dolgozni valamit. Vissza tud-e mondani emlékezetből bizonyos szavakat, mondatokat. De fontos a pszichés fejlettség is. Ismernie kell a gyermeknek a nevét, a szülei nevét, azok foglalkozását és a közvetlen környezetét. Ha ezeknek a feltételeknek a gyermek nem felel meg, akkor egy vagy két év halasztást javasolnak. Az óvodában a legtöbb esetben be tudja hozni a gyermek a fejlettségében való késlekedéseket, tette még hozzá Lőrinc Matild. Közeledik az időpont, amikor újabb időszaki tárlat nyílik az Eszterházi kastélyban. A tavalyi nagy sikerű Salvador Dali kiállítás után márciustól Pablo Picasso képei lesznek láthatóak a pápai kastélyban. A világhírű spanyol festő életművének kevésbé ismert alkotásai, grafikái és könyvillusztrációi szerepelnek majd a kiállításon. A tárlat anyaga a pápán már jól ismert nürnbergi műgyűjtő Thomas Emmerling tulajdonát képezi. Szépen becsomagolva várják a Picasso képek, hogy felkerüljenek az Eszterházi kastély falaira. Ugyanúgy, mint ahogy a Dali kiállításnál, most is három teremben állítják majd ki az alkotásokat. Picasso a 20. század egyik legsokoldalúbb képzőművésze, körülbelül 50 ezer alkotást tulajdonítanak neki. Még akkor is, hogyha Picasso 90 éves kora fölött halt meg, azért ez egy nagyon termékeny művészi életpályát jelent. Azt jelenti, hogy minden nap dolgozott. És mi ennek a termékeny életpályának egy szeletét szeretnénk bemutatni, méghozzá azt a részt, ami egy kicsit kevésbé ismert, a grafikáit, illetve a könyvillusztrációit. Különleges lesz a tárlat, ígéri Boros Katalin, érdemes lesz majd ellátogatni a kiállításra, ahol érdekes részleteket lehet majd megtudni a világhírű alkotóról, a 20. századi avantgárd egyik legjelentősebb alakjáról. Azt láttuk, hogy a Dali kiállításon nagyon megtetszett a látogatóinknak az a rengeteg idézet, amit a művésztől itt bemutattunk, ezt most is megtesszük. Picasso-nak is nagyon jó mondásai voltak, én biztos vagyok benne, hogy ez is tetszeni fog a közönségünknek. Megtekinthetik majd a látogatók Picasso-t alkotás közben, számos felvétel van arról, hogy hogyan festett, és nagyon jó felvételek vannak arról is, hogy elkezdődik egy rajz, és valami teljesen más lesz a végeredmény. És természetesen bemutatjuk Picasso életét, és néhány érdekes történetet is az életéből. A tárlat március 10-i nyitó alkalma is rendhagyó lesz. Meglepetésekkel fogják várni a látogatókat. Lehet majd egy jellegzetes spanyol édességet kóstolni, meg lehet kóstolni egy vörösbort, ami arról a környékről származik, ahonnan Picasso is. És ahogy említettem, szeretettel várunk minden érdeklődőt erre a kiállítás megnyitóra, egyetlen egy kikötésünk van, és ehhez viszont szigorúan tartani fogjuk magunkat. Tetőtől talpig feketébe kell jönni annak,
aki ezen a kiállítás megnyitón részt szeretne venni. Egyrészt, ahogy látszik, ez illeszkedik a kiállítás arculatához, és másrészt a fekete Picasso egyik kedvenc színe volt, és ezzel kívánunk tisztelegni a mester előtt a kiállítás megnyitónkon. Tehát elő a fekete ruhákkal, és látogassanak majd el március 10-én az Eszterházi kastélyba, ahol 16 órától fogják megnyitni a Picasso több mint 100 alkotását felvonultató kiállítást. Holnap már megszűnik a csapadék, részletek az időjárás jelentésben. Pénteken délelőtt a Dunántúlon még számíthatunk hószálingózásra, kisebb havazásra, azonban délutántól észak-észak-kelet felől szakadozni kezd a felhőzet. Továbbra is élénk, néhol erős lehet az észak-keleti szél. Délután -1, +7 fok valószínű. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék továbbra is műsorunkat, viszontlátásra!